A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Neumann Társaság 2017-ben alapította a Neumann János professzori címet, amelyet azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanár kaphat meg, akinek a tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez. 2021-ben Szemerédi Endrének, a 2012-ben a matematika Nobel-díjának tekintett Ebel-díjjal is jutalmazott magyar matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának ítélte a Neumann professzori címet, a BME szenátusa és a Neumann Társaság. A Műegyetem a matematikai alapokra épülő műszaki kiválóság és mérnökképzés képviselőjeként sokat köszönhet Szemerédi Endre tudományos munkásságának. Kutatási eredményei számos, az egyetemünkön ma zajló jövőbe mutató kutatásfejlesztési program tudományos alapjait és kiinduló pontját képezik, mondta el a kitüntetés kapcsán Józsa János, a Műegyetem rektora. Az elmúlt években Szemerédi Endre számos kulcsfontosságú tételt fogalmazott meg a diszkrét matematikában és az elméleti számítástechnikában. A Szemerédi tétel a komparatikus számelmélet egyik alapvető eredménye, amely megjelenik a számos matematika területén, illetve a hálózatelméletben is. Az utóbbi terület manapság az internetes fejlesztések mellett a pandémiával kapcsolatos kutatások kapcsán került fel. Szemerédi professzor munkássága kiinduló pontjául szolgált további kutatásokhoz, lefektette az alapokat a matematika új irányai számára. A díjat a BME szenátusának május 29-i ünnepi ülésén adta át a BME rektora és a Neumann Társaság elnöke. Az ünnepi szenátus eseményen a tiszteletbeli doktorok avatására, valamint a József Nádor emlékére és más rangos műegyetemi kitüntetések adományozására is sor került. Műsorunk után az Én vagyok itt vendége Szemerédi Endre professzor.